Az ősz beköszöntével nem minden madár vonul el melegebb égtájakra, számos faj maradt hazánkban telelni. A hideg idő sikeres átvészelésében mi is segíthetjük kertünk vendégeit, ha ismerjük és betartjuk a következő fontos szabályokat. A jó etetőnek az elhelyezése az nagyon fontos. Ugye itt kicsi kompromisszumot kell kötni abban, hogy nyilván ez számunkra is egy ilyen élvezetes látványvilágot jelent, viszont a madaraknak az ilyen nagy pusztaságba kirakott etető az egy veszélyforrás is, akár a macskák, akár a ragadozó madarak szempontjából. Tehát valami olyan helyet kellene keresni, ami számukra is egy biztonságos menedéket nyújt, könnyen el tudnak bújni. A madáretetés nem véletlenül kizárólag a téli hónapok tennivalója. A szárnyasok csupán a hideg időkben szorulnak emberi gondoskodásra, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy mivel etetjük őket. Ez többek között lehet napraforgó mag. Ki lehet helyezni még gyümölcsöket, ilyen jó télálló gyümölcsöket, almát, körtét, tehát ott sem kell ezeket az egzotikus gyümölcsöket feltétlenül kínálni nekik, illetve a különböző állati zsíradékokat, fagyút ki lehet rakni. Nagyon fontos az, hogy ez ne legyen ízesített, főleg ne legyen sózott, mert ugye a tél az ugyanúgy egy száraz időszak a madarak számára, nem tudják a megfagyott vizet meginni, és hát a só az meg őket is szomjassá teszi. Az etetést az első tartósabb fagyoktól kezdhetjük, és egészen ezek megszűnéséig folytathatjuk, mert ha egyszer a madarak odaszoktak az etetőhöz, és tudják, hogy ott biztos táplálékforrást találnak, akkor azt folyamatosan keresni fogják.